nem örül, ha emlékezem rád. Pedig éppen 50 éve a béketűrés népe fellázadt és maga ment a sorsának elébe. Következő áldozatok ti lesztek! Segítsetek! SOS! Világ népei! Az igazság és szabadság nevében! De mit keresni itt? Valamilyen csöbbbe hoztak titeket ezek a mocskok. Beszél. És most miért nem teszi? Elvitte a cica a nyelvét? Nem. Szovjetek. Cserték. Ne szórakozz el. Mutasd meg. Én megmondtam. El. A debreceni sortűzben. Istenem. Istenem, ha még egyszer láthatnám őket. Csak még egyszer. Én már felhagytam azzal a reménnyel, hogy gyermekem legyen. Igaz, hogy csak egy titkárnő vagyok. Nem érdemlem meg, hogy egy hétköznapi családom legyen. De nekem is kiáll némi tisztelet. Az, amit a főnököm tett velem, az már nagyon túllépi annak a határát. Hála Istennek, nem történt meg az, amitől rettegtem. Ez az undorító féreg. Belegondolni is rossz, hogy itt azt tehettek velünk, amit akartak. Szó szerint orvérzésig robotoltunk a hét összes napján. Persze senkit sem érdekelt. Az a Nagy Imre lett volna, nem lenne ilyen szívú terror. Ezzel egyetlen értelem, Gergő. Igen, 52-be hoztak be, mert egyik diákommal nem jött. Egyeztek a nézeteink. Ez engem érdekelne. Van még időm. Lehet nincs sok, de még van. Hosszú sztori. Azt hiszem 15 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az egyik diákom minden óránál mondta a nézeteit, hangoztatta, és én azzal nem értettem egyet, és egyszer csak megelégeltem, és kirúgattam. Azóta pedig bűnhelyzet miatt, hogy rossz útra tért, mert átállt a kommunistákhoz, és bezáratott engem. Bár megértem, hogy nem egyeztek a nézeteitek. Szerintem nem volt győzött elengedni a kezét. Talán kicsit foglalkozni kellett volna vele. Hát igen. Tudom, ezzel már sokat gondolkodtam, de ezzel már nem tudok változtatni. Az, amiért egész életemben küzdöttem. Hallottam rá, Dudik, te vagy az, akit hazahoztak a ruszkik, ugye? Igen, hazahoztak a semmiért. Egy amerikai sportársammal beszélgettem a magyar helyzetről, és meggyanúsítottak, hogy kémkedem. Undorítólag! Mi köze a sportnak a politikához? Bajnok is lehettél volna. Ha már veled így bántak, milyen esélye lehet egy mosónőnek? Úgy ugráltattak a nagykutyák, mintha kis kedvencük lettem volna. Egyszer nálam maradt egy pulóver. Azt meggyanúsítottak, hogy elloptam. És látjátok, hol kötöttem ki. Formatipolnak minket, nem beszélve nem üzöz jogainkról. Véletítozunk azért, hogy megfelelő életkörülmények között élhessünk. Jogok? Még saját véleményünk sem lehet. Volt az a 15 pont is.
Mondd erre a koncentrációt, tehát tanulatlan. Mi írtuk ezt a 16 pontot? Jó, nincs mindenkinek lehetősége, hogy tanuljon. De valóban én sem tudok mindent, de megkeresem a kenyérre valót. Naphosszat dolgozom csak azért, hogy a családomnak legyen mit tennie. Persze ez senkit sem érdekel. Álljál nyugalom, testvéreim, csillapodjunk! Miért veszekszél? Pár nap múlva már úgyis mindegy lesz. Mit tettünk innen? Nem ülhetünk itt összekulcsolt kézzel. Mi Ivánnal úgy kerültünk ide, hogy kaptunk egy szavazatos információt tőle. A feleségem újságíró. Én festőművész vagyok. A feleségem már egy cikken dolgozik, hogy ha az készen van, az egész világ megtudja, mi folyik itt. Rohadt kommunista! Mit mondtál? Fogd a